Sziasztok! A mai alkalommal megnézzük, hogyan lehet letölteni az AutoCAD szoftvert az Autodesk hivatalos honlapjáról. Ugyanis nagyon sokan mind a mai napig illegális úton szerzik be ezt a szoftvert, hogy el tudják sajátítani az AutoCAD alapjait, vagy más Autodesk szoftverrel meg tudjanak ismerkedni, pedig jó tudni, hogy az Autodesk 2014. október 7-e óta nemzetközi szinten, így Magyarország összes közép- és felsőoktatási intézménye, valamint azok hallgatói számára oktatási célral ingyenesen elérhetővé tette teljes, aktuális szoftver felhozatalát. Az ajánlat keretében a programok teljes, korlátozás nélküli változataihoz lehetséges egy egyszerű regisztrációt követően hozzáférni és három éves diszenszet nyerni. Tehát nézzük meg, hogy hogyan lehet letölteni egy regisztráció után az autodesk.com oldalról egy tetszőleges Autodesk szoftvert. Menjünk az oktatási Írjuk be a böngészőbe, hogy www.autodesk.com/edukáció. Majd amikor betöltődött a weboldal, akkor bal oldalt láthatjuk, hogy free software, tehát ö, szabadon lehet szoftverhez jutni. Klikkeljünk rá a menüpontra. Itt a legnépszerűbb szoftvereket listázza ki a weboldal, de ha megyünk az All Products menüpontra, akkor ugye itt lehet böngészni az AutoCAD szoftverei között. Ö, rendkívül nagy a kínálat, érdemes átfutni, hiszen mindig vannak újdonságok. Mi most az egyik legfontosabb alapszoftvert, az autocad fogjuk letölteni. Klikkeljünk rá. És ugye ez az a képernyő, ahol vagy bejelentkezünk, vagy egy új fiókot hozunk létre. Nekem már van fiókom, végigmentem a regisztráció rögös útján, már évekkel ezelőtt. Itt be tudunk lépni, adjuk meg a felhasználó nevünket, vagy e-mail címünket, majd jön a jelszó. Ha minden jól megy, akkor sikeresen bejelentkezünk. Ezután ki kell választanunk a szoftver verzióját, 14-15-16, amit ugye le tudunk tölteni, én most a 16-os verziót fogom kiválasztani, ezután nyelvet választunk, magyar, operációs rendszert 64 bit, majd ugye kapunk egy serial number meg egy product kit, ezzel tudjuk ugye majd aktiválni a letöltött alkalmazást, és ezekben a pillanatokban egy e-mailt is kellett kapnunk, ahova kipostázta ezt az autóked a számunkra. Ha ráklikkelünk az Install Now gombra, akkor ugye azonnal tudjuk installálni, telepíteni az alkalmazást, de itt jobb oldalt még új funkciókat, lehetőségeket tudunk elérni. Én le fogom tölteni a telepítőt, hogy később is tudjam telepíteni. Download now, ráklikkelünk, és fáj mentése, ugye itt ilyenkor le fog tölteni egy ilyen menedzser szoftvert, az autóked, amelyel ugye, ha megszakad a letöltés is, tudjuk folytatni majd a letöltést. Elvileg le is jött, elfogadjuk, telepíteni fogjuk ezt a Download manager -t. Régebben úgy emlékszem, hogy lehetőség volt a böngészőn keresztül letölteni a fájlokat, hát most ezt nem kínálta föl nem mindig minden szoftvernél érhető el kell az -e az összes funkció. Ugye itt a kék letöltés gomb mellett, hát most ezen át kell, hogy velekedjünk magunkat, viszonylag rövid idő alatt. Igen, és most már megkérdezi, hogy hova mentse le a fájlokat, C Autodesk, ezt ideiglenesen elfogadhatjuk, vagy akár módosítani is lehet. Hát én most elfogadom, és tulajdonképpen kapcsolódik a szerverhez ez a letöltő program. Hoppá, valami gond van. Hát ilyenkor lehet, hogy célszerű megpróbálni még egyszer. Oké. Okay. Na akkor most már valami történt, elő valami kis hibába futottunk bele, hát ezzel mindenki találkozhat, és szépen a letöltés elindult. Nos, amint letöltjük a fájlokat, végigmehetünk a telepítés rögös útján, ami reméljük, hogy nem is lesz annyira rögös, pár perc, és találkozunk. Újra itt vagyunk, látható, hogy a letöltés vezérlő menedzser letöltötte a majdnem 5GB-os telepítő csomagot. Itt, ha ráklikkelnénk a telepítési gombra, akkor már elindulna a telepítés, de ez már betöltődött, tehát én ezt be fogom zárni. És akkor itt vagyunk, ezt az ablakot is bezárom, itt vagyunk az Autó 2.016-os verziójának a Setup részénél. Ö, klikkeljünk rá a telepítésre, elfogadjuk a licenszeket, tovább, magyar, és hát ugye itt kell majd szépen megadni azokat a kulcsokat, amelyeket az AutoCAD a számunkra kipostázott, a regisztrációkon megadott e-mail címünkre. Ugye először is van egy product, ö, king, ami 001H1, majd jön a sorozat szám, ezt mindenkinek majd a sajátját kell ide megadnia. Hogyha minden igaz, kipipálta a, a CAD telepítő, megyünk tovább. Itt testre lehet szabni a telepítést. Először azt kell beállítani, hogy hova szeretnénk telepíteni. Én most nem a célra teszem, mert ott nekem viszonylag kevés helyen van, ezért keresünk neki egy másik meghajtót, a d lesz, lesz. pedig itt a programoknál fogjuk elhelyezni az Autodesk szoftvereket. Jó. Itt még ugye érdemes testes szabni, hogy minden megfelelően tudjunk telepíteni. Ami sokszor kiszokott maradni, az az Express Tool, ugye plusz funkciókat lehet elérni az autókeden belül, például egy körív mentén tudunk szövegeket írni, és ehhez az Express Tool kell. Aztán, amit mi nagyon nem használunk, azt ki lehet uh, hagyni, én most ezeket nem is fogom telepíteni, mert nincsen rájuk szükségem. Express túl, oké. Okay. A Recap sem kell. Megosztott összetevők, ez maradhat. Láthatjuk, hogy 2 GB-ot fog elvenni a szabad területből. Ráklikkelünk a telepítő gombra, és hát a telepítő elindul. Reményeink szerint semmilyen hibába nem fogunk belefutni, és hamarosan ki tudjuk próbálni az autóked új verzióját. Amint láthatjuk, sikeresen telepítettük az AutoCAD 2016-os verziót. Kapcsoljuk ki ezt az ablakot, klikkeljünk a befejezés gombra, és hát ugye elvileg újra kell lenne indítani a rendszert, mi most nem fogjuk újra Nézzük meg, hogy hogyan lehet aktiválni a szoftvert. első futás, ilyenkor egy kicsit lassabb az autóked egyébként. Elfogadjuk a licenszerződést, most le fogják ellenőrizni a licenszünket, hát reméljük, hogy átmegyünk az ellenőrzésen. Most elvileg kapnunk kellett egy e-mailt, amin az autóked közé velünk a jó vagy a rossz hírt, ez esetünkben aktiválta a autókedet az Autodesk szervere, és az aktiválási kódot és a sorozatszámot, a számítógép nevét egy e-mail keretében kipostázta a számunkra. Érdemes ilyenkor ellátogatni a postafiókunkba, és ezt az e-mailt eltenni, archiválni. Elvileg három évig vagyunk jogosak, hogy ugye a terméket oktatási, tanulási céllal föl tudjuk használni, de ez az idő az az igazság, hogy elegendő is, hiszen hiszen évente új verzióval jön ki az autóked, tehát ha évente egy új telepítést végrehajtunk, akkor újra és újra három évig kapunk licenszet. Most betöltődött az autó ezzel tudunk majd dolgozni a továbbiakban. Köszönöm, hogy velem voltatok, és hát bele fogjuk ásni magunkat az autóket 2016 új, és hát egyébként régi kedes funkciókba is át fogjuk nézni gyorsan a két és 3 d tervezés alapjait. Szóval Tartsatok velem akkor is. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek rám, itt voltatok, sziasztok!